476. nap. A leghevesebb összecsapások továbbra is velik a délre zajlottak. Tegnap az ukrán 35. és 137. gépesített dandár felvételeket hozott nyilvánosságra arról, hogyan sikerült ilyen mély áttörést elérniük a folyótól nyugatra fekvő dombokon. Először is az ukránok masszív tüzérségi előkészítésbe kezdtek az első orosz védelmi vonalon a fasorok mentén. A felvételek alapján úgy tűnik, hogy az orosz források ezúttal nem túloztak a pusztítás mértékére vonatkozóan. Ezután az ukránok gépesített támadást indítottak, ahol több páncélozott harcjármű vonta magára az ellenség figyelmét, elfolytotta az ellenséges tüzet és fedezetet nyújtott a gyalogságnak. A gyalogság gyorsan felzárkózott és ostrom alá vette azt, ami az orosz védelmi vonalból megmaradt. A kulcsmomentum az volt, hogy ezt a folyamatot megállás nélkül ismételjék. Minden egyes ismétléssel az orosz védelem egyre gyorsabban és gyorsabban omlott össze, mivel a visszavonuló állásoknak esélyük sem volt arra, hogy megfelelő személyzettel és támogatással rendelkezzenek. Az első támadási hullámot követően az oroszok kiszorultak Neszkucsne, Sztorozseve és Blahodátne területéről. Tegnap már elmondtam, hogy az ukránok indítottak egy második támadási hullámot is, és az ukrán védelmi miniszter helyettes megerősítette, hogy ezek a támadások Makarivka felszabadítását eredményezték. Később az ukrán 35. és 137. gépesített dandár is közzétett egy videót arról, hogy ez hogyan történt. Amint az látható, a támadások itt hevesebbek voltak, és az ukránok tankokkal kezdték lerombolni a falu körüli fasorokban lévő orosz lövészárkokat, miközben a gyalogság magát a falut támadta. A harcos arról számolt be, hogy az oroszok nem voltak felkészülve egy ilyen erős támadásra, és azonnal elhagyták állásaikat, miután az ukránok behatoltak Makarivkába. Azt is elmondta, hogy az oroszok azonnal bevetették a légierőt és a hagyományos és termobárikus tüzérséget, hogy a falut a földel tegyék egyenlővé, miközben a teljes ukrán rohamegység még a térségben tartózkodott. Azonban az ukránok előzetesen készültek egy ilyen fejleményre, a tüzérség gyorsan visszanozta a tüzet, és az orosz tüzérségi csapások azonnal abba maradtak. Tegnap arról is beszámoltam, hogy az orosz erők ellentámadást indítottak Makarivka irányába, és azt is elmondtam, hogy ez a támadás nagy valószínűséggel a Rinnopilból visszavonuló erőik szárnyának védelme érdekében történt. És pontosan így is volt. Orosz források arról számoltak be, hogy erőik a nap folyamán legalább három erőteljes támadást intéztek Makarivka ellen, ami arra kényszerítette az ukránokat, hogy az itteni erőikkel védekezzenek. Az ilyen akciók csökkentették a Rivnapira nehezedő nyomást, és lehetővé tették az orosz csapatok számára, hogy visszaverjék a kisebb ukrán támadásokat, annak ellenére, hogy csapataik egy része a következő védelmi vonalra távozott. Orosz források arról számoltak be, hogy mindeközben Makarivkától 700 méterre délre aktívan ássák a lövészákokat. Ezzel párhuzamosan az ukrán erők megsemmisítik a hátul elhelyezkedő orosz csapatokat és erősítéseket. Ma ukrán források megerősítették, hogy a térségbe telepítették át a legrettegettebb ukrán drónkülönítményt, nevezetesen a Magyar Madarai nevű támadó drónzászlóajat. Csak az elmúlt nap folyamán a Magyar Madarai 8 orosz tankot semmisítettek meg. Ezek közül négy csapást geolokalizáltak, és kiderült, hogy két tankot Staromajorskban, két tankot pedig Zavitne Bazsanyában pusztítottak el. Az ukránok az Omega különleges műveleti egységet is ide csoportosították, akik aztán szintén közzétették a Staromajorszkénál lévő orosz tankok megsemmisítéséről készült felvételeket. Végül az 55. és 129. brigádok felderítő drónrészlegei megmutatták, hogyan azonosították és a tüzérséggel összehangolva hogyan semmisítettek meg legalább négy eszközt Starom Linivkában. Ami az ellentámadó hadművelet további alakulását illeti, tegnap orosz források arról számoltak be, hogy az ukránok befejezték az aknamentesítést Levádne és Priukne között, és felderítő hadműveletet hajtottak végre. Ez azt jelenti, hogy a következő erőteljes támadás ebből az irányból érkezhet. Mivel az ukránok tegnap Rivnopilt is támadták, úgy tűnik, hogy a jelenleg a frontvonal kiegyenlítését tervezik, mielőtt újabb komolyabb áttörést hajtanának végre az orosz védelmi vonalakban. És ez logikusan is hangzik, mert ha megnézzük a topográfiai térképet, láthatjuk, hogy a kontaktvonal kiegyenlítésével az ukránok igen széles vonalon teremtenének hozzáférést a következő magaslathoz, ami egyben meg is könnyíteni a következő orosz védelmi vonal áttörését. Amennyiben hasznosnak találtad a jelentésben hallottakat, segíts minket egy lájkal. Like kövess minket a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva, vagy csatlakozz a támogatói körhöz, és például a Heimars szintől kezdve már a hivatalos, este 8 órai időpont előtt is megnézheted a napi jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő jelentésben.